Sokat gondolkodtam, hogy hogyan is tudnám hasznosabban eltölteni a költözés előtti utolsó hetemet, mint Portugáliába. Úgy gondolom, hogy talán már kitaláltátok, hogy fog készülni videó a portugáliai látogatásból. Viszont azt talán nem, hogy három is. Elsőként az én videóm, hogyha elkészül, föl fogom rakni ide. A következő lesz, ha minden igaz, Robi is csinál egy saját videót. Ha elkészül az ő videója, akkor be fogom linkelni itt. Szeretném még csinálni csak egy gyors vicces összevágást a különböző videóba bennem kerülő jelenetekből főként. Ezt pedig föl fogom rakni ide. Na jó, ennyi elég is a reklámból. Folytassuk tovább a videót azzal, hogy hogyan is telt az utolsó napom. Ostai meghatalmazás. Bank. Kíváncsian várom, hogy külföldi számla küldenek SMS-t. Pénzváltás. Ugyan egyszer már váltottam flottot, viszont azóta nagyon nagyot változott az árfolyam. Megpróbálom csökkenteni a veszteséget és váltani még. Ekkora tragédiák nem történtek, hiszen Budapestről Londonba az út összesen 2,5 óra, sőt 2 óra 10 perc, míg háztól házig összesen 6 óra alatt megtehetik. Elérkeztünk arra a pontra, hogy aki úgy érzi, szüksége van feliratra, az itt látható helyen be tudja kapcsolni. And you, my dear English-speaking friends, your time has come. Easy bus already, 1 hour delay, thank you. Without any wheels, because they fell off. Yeah, that was the fun.